Sziasztok, ez a Texakör harmadik adása, üdvözlünk mindenkit. Itt vagyok két vendégemmel, Sziasztok. Gyepes Mátéval és Higyet Káborral, és ismét nagyon érdekes témákat hoztunk nektek. Rögtön az elsővel el is kezdeném, ami egy kicsit ilyen lájtosabb, rávezető téma, mielőtt elmerülnénk a megahercek és a megapixeleknek a tengerében és világában, ez pedig nem más, mint a mindenkit rettenetesen bosszantó sütik, már nem arra gondolok, amit megeszel, hanem azokra, amik minden egyes weboldalnál, akár mobilon, akár PC-n, akár bárhol nézed, felugrik, és nyilván egyáltalán nem olvas el a felhasználók 99%-a, és valószínűleg a maradék 1% sem mindig, hogy éppen mire kattint, vagy nyom egy okét, OK vagy nyom egy nemet, és akkor boldogul az oldal, ahogy, ahogy az éppen ki lett találva a készítők által, hogy ott éppen milyen adatgyűjtést beegyezett bele, vagy mit tiltott le, arról, arról csak akkor tudna, hogyha rászállna azt a hát néhány órát, talán egy fél napot, és weboldalanként végigolvasná, hogy pontosan az apró betűs rész mire is terjed ki, mi az a milyen adatait felhasználják, milyen követősütiket fog telepíteni az adott oldal, elég problémás a, a dolog. A lényeg az, hogy nincsen egyértelmű válasz. Tehát azt se lehet mondani, hogy tiltsál le mindent, és akkor majd, majd jó lesz, mert nem tudják majd, hogy te éppen mit csinálsz, vagy pedig mindenre nyomjál okét, mert akkor meg olyanba is beleegyezhetsz, ami esetleg agályos, inkább így mondom. Úgyhogy nem tudom, hogy nektek mi a véleményetek, az az, hogy el tudom képzelni, hogy ha éppen siettek, akkor, akkor oké, okay, és menjen, vagy éppen nem. Nem tudom, Gábor, neked? Engem az idegesít rettenetesen, hogy nagyon sokszor szoktam inkognitom módban futatni egy keresést, mert nem szeretném, hogy bekérjön a keresési előzményekbe, mondjuk egy teszt kapcsán nekem nem kell, hogy utána hónapokig alaplapokat, vagy nem tudom, miket dobáljon fel a Google, csak azért, mert rákerestem. És akkor ilyenkor bizony az, hogy még akár egy a Google keresés előtt is el kell fogadnom a, az adatkezelés, az avázatot, a vázatot, a sütikezelést, plusz egy, plusz egy kattintás. Persze nem olvasom el, mert Egyszer már elolvastam, mondjuk így, de... Úgyhogy leginkább ez a, ez a, probléma, illetve az a probléma, hogy én nem látom azt, hogy hogyan lehetne ezt jó megcsinálni a jelenlegi szabályozási körülmények között, mert a jogalkotók azok azt szerették volna elérni, hogy a személyes adatok biztonságban legyenek, mindenki tudja, hogy mit gyűjtenek róla, mit nem gyűjtenek róla, de ehhez csak a, azt a feltételt, vagy legalábbis azokat a, azt a környezetet teremtették meg, ami megköveteli Ezeknek a elveknek a betartását viszont azt nem mutatták meg, hogy hogyan kellene jól csinálni, hogyan kellene úgy csinálni, hogy nem idegesítő. Úgyhogy egyelőre szerintem úszkálunk itt a vízben, aztán mindenki nyomkodja az okét. Hmm. Azt tudom, hogy vannak, vannak ilyen beépülő modulok is. Nyilván van olyan, amikor a tort használod, meg Live Linuxot, meg, meg VPR-re kapcsolódsz, és megpróbálsz teljesen elrejtőzni, anélkül persze, hogy mondjuk még a Darknet-re tévednél de vannak olyan beépülők is, ami, amik például helyetted elfogadnak bizonyos sütiket, de nyilván ez is csak egy fél megoldás, mert ott sem tudod azt mondani, hogy hogy, hogy ezeket elfogadhatod, azokat nem, hanem be tudod azt állítani. Nekem volt, annó megpróbálkoztam egy ilyen e, emberkísérlettel, hogy feltelpítettem a no scriptet, ami, ami azt csinálja, hogy egyetlen egy scriptet sem engedi, ez egyetlen egy oldalon sem, és a nulladik perctől te építed fel a fehér listádat, hogy melyik az az oldal, és melyik az a script, amit azon az oldalon engedélyezel, és hát nagyjából egy hónapig, másfél hónapig bírtam a, a az, hogy tanítottam a, ezt a, ezt a no script tény, hogy volt olyan oldal, amire nem csak hogy ráismerni nem lehetett, hanem konkrétan még a logóját se töltötte be, és és egyébként lépten olyan problémába akadtam, ami ami olyan, annyira megnehezítette a, a hétköznapi munkát és, a, és az egyszerű webezést is, hogy aztán végül letettem erről. Bevallom töredelmesen, én a jelenleg Firefoxot használom, azt viszont szigorú beállításokkal, az ugye elég sok mindent letilt, és én engedélyezgetem azt, hogy most ezen az oldalon mi az, amit engedélyezhetnem, és van egy olyan böngésző, amit meg arra használok, amikor meg akarok nézni valamilyen olyan oldalt, ami nem érdekel, hogy most mit követ, hogy követ, azt csak arra használom, hogy megnézem rajta azt az oldalt mindenféle, mindenféle ilyen korlátozás nélkül, és utána kilövöm ezt a böngésző nevét, most nem mondom meg, de, de tetszőlegesen bármelyiket be lehet hát ide. persze, csak ez a tudatosság azért ritka. Tehát ugye a felhasználók nagy része az kb. csak netezik. Ami egyébként még szerintem zavaró az egész sütikezelési dologban, hogy az egyértelmű, hogy ez mindenkinek nyűg. Tehát, hogy nem csak az egyszerű netezőnek, hanem a, a szabályozások miatt ugye a weboldal üzemeltetőjének vagy készítőjének is. És ez tisztán látszik abból, hogy elég, ha csak öt különböző weboldalra fölmész, vélhetően öt különböző ilyen felbukkanó ablakot, vagy alsósávot, vagy, vagy bármilyen ilyen pop-up része találkozol, ami megpróbálja ugye bemutatni, hogy akkor itt most valami sütit el kell fogadni, vagy elutasítani, vagy beállítod, hogy, hogy akkor mit fogadsz el. Sok esetben, ami ugye nekünk érdekesebb lehet, hogy ezek nem magyar nyelven vannak, ami szerintem az egyszerű netezőknél megint csak probléma. Másrészt pedig ugye különböző minőségűek ezek, valaki nagyon komolyan veszi, mert mondjuk a, a vállalati szabályozás ezt igényli pluszba, de valaki meg egy olyat rak ki, ami kb. csak elfogadott meg nem, és nagyjából ennyi, sőt olyan is van, ahol nincs gomb, hanem hogy azzal, hogy fellépsz a weboldalra, gyakorlatilag elfogadtad. elfogadtad a... És csak a kis csíkot tudod eltűntetni talán. Aha. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez abszolút nem segít ennek, a, ennek az ügynek. A, a másik meg, ami eszembe jutott, hogy ugye eddig vagy hát korábban az volt nagyjából kicsit ilyen, hogy akkor valami legyen a sütikezelés, hogy elfogadod, vagy elutasítod. Vagy ugye belépsz, és akkor elfogadtad. És azzal én azt gondolom, hogy azt lehetővé tették, hogy akkor most belmátsz a részletekbe, tehát hogy ugye kategórián igen, kipipálhatod, igen, igen, igen. az igazából csak bonyolította ezt az egészet, és még inkább hátráltatja azt, hogy ezt, ezt kedveljük, szeressük, vagy értsük, hogy miért fontos ez, Sokan meglátják, Úristen, ez már pláne nem érdekel, én csak egy weboldalt akartam. megnézni. Persze, belenézél egy ilyenben, van, hogy olyan 20-30 olyan kis csúszka hát van. És akkor mindegyiket nem is kell elolvasni egyáltalán, csak annyit csesz, hogy görketed, hmm. lekapcsolod görketed, Igen. lekapcsolod, azzal is elmennek percek, holott lehet, hogy csak egy Igen. gyors infót akartál megtudni az egészről. Lényeg a lényeg a májusi PC-vörben, amit itt tartok a kezemben ott azért megküzdöttünk ezzel a feladattal, adunk egy-két tanácsot, egy-két olyan beépülőt, egy-két olyan böngésző beállítást, amivel érdemes megpróbálkozni. Nem ígérjük, hogy sokkal könnyebb, vagy sokkal barátságosabb lesz a netezés, weboldalaknak a böngészése, de de talán egy kicsit tudatosabb lesz. És, és nyilván abból a, abból a felütésből indulunk ki, hogy, hogy mi se olvasunk, ez ugye kiderült nektek is, nem olvastuk el az apró betűs részeket, mert nincsen annyi idő, a világon nincs annyi idő, de, de azért megpróbálunk valamennyire tudatosan e, e, netezni és, a, és az adatainkkal bánni az interneten. De akkor egy másik hasonló kedvenc és rázós témánkba is Na. menjünk át, ezek nem más, mint a komponensek, Ajaj. É, amikkel ismételten foglalkoztunk szintén Igen. a májusi PC World magazinban, és ha a, jól tudom, hiszen jól tudom, a, a Paciens az nem volt más, mint a 12. generációs Intel processzor és az ehhez e eh köré épülő 600-as platform, Igen. illetve a DDR5. Hát most jól megnyúztuk szerintem ezt a platformot, mert ugye ez egy tavalyi debütálás volt, akkor nyilván megnéztük, ami akkor volt DDR5 fronton, meg, meg Z690-nel, de most, most jött el az a pillanat, hogy akkor most belemerülünk, lesz DDR5, DDR4 összehasonlítás, meg alaplapi összehasonlítás. Ez nyilván a felső kategóriának az egyik képviselője, az asus -tól. De alapvetően a teszt, hát ez még mindig nagyon érdekes, amikor egy új platform jön, Ennél ráadásul nincs meg az a gyors ö, megismerési, tapasztalati rész, hanem mivel mindent le kell váltani ahhoz, hogy, hogy használhassd, ezért, ö, ezért több időbe telik, míg, míg így beszibárog a, az otthoni PC-kbe. Miért van ez? Mert iszonyú drága. Tehát, hogy ö, mivel most mindent le kell váltani, tehát a processzort, alaplapot, a, a memóriákkal, a DDR5 szabványjal megérkezett ez az új, új sebességszint, Emiatt ugye magas a platform költsége, ráadásul ha már így áll hozzá az ember, akkor frissít mást is. Például egységet, az ssd -t. Vagy az SSD-t, mert hogy PCI négy 4.0, meg Igen, 5, meg majd az 5, és hát ugye már 8. a tápegységet sem árt, hiszen már mindenki, mindenki már tűkön ülve várja az RTX 4000-et, amihez majd új tápegység kell. Igen. 600 voltos réel, meg király Igen. lesz. Amihez egyébként majd ez a 12. generációs jó lesz, tehát, hogy tényleg van erő benne, de hát azért most amúgy is a nyári én egy kicsit talán uborka szezon, nem biztos, hogy most, most jön az az idő, hogy akkor most kell ezt, ezt, ezt átváltani, viszont nagyon ígéretes, mert a mérések alapján a DDR5 azt mondom, hogy amikor elindult a platform, akkor még úgy ezzel a 4800 MHz-el ez még nagyon kis, oké, okay, működik, tök jó, de nem nagyon volt egyértelmű, hogy tényleg ez kell ehhez a, ehhez a processzor családhoz. De most, hogy itt szépen jönnek befele a 6000 MHz, 6006 egyébként most már, illetve a gyártók elkezdik leszorítani a, a, az időzítéseket, na most kezd elélni igazából a DDR5-ös kiadása, vagy, vagy csomagja ennek a, ennek a generációnak. Hozzáteszem, ettől még a drágaság az megmarad. Hát nem, majd ugye, hogyha az AMD is végre vált, addigra az az egy kicsit érettebb lesz, lesz a DDR, és akkor eh, ahogy majd megjelenik, ugye a notebookokban is egyre többet Igen. kell ebből gyártani, átállnak a gyártósok, mm. Ez egy természetes folyamat, ahogy, ahogy ez volt az előző generációknál is. Abszolút. És addig meg van idejük gyorsulni, meg kicsit szorosabbra venni az időzítést. Egyébként az, azért a 12-es generáció mellett szól, hogy a processzor kapható. És hogy amúgy az ez ára az nem olyan nem. nem olyan rossz, tehát egy 12400-nak az ára az majd, hogy nem barátságos, de a 12100 az meg még barátságosabb, mm -hmm. és ahhoz képest, hogy egy Core i3-ról beszélünk, elég jó teljesítményre képes, ö, olyannyira, hogy, a, hogy azonos árszinten, tehát így a 40.000 forint magasságában hasonló teljesítményre képes integrált grafikával szerelt, ugye ez még azért fontos, mert Igen. a végé az még mindig necces, hogy vegyél vagy sem. Mm -hmm. ö, AMD-s változatot egyszerűen nem találsz. Tehát nincs olyan opció, hogy hogy, ö, hogy hasonló teljesítményű, számítási teljesítményű, uh -huh. fejlett 13-as AMD-t kapjál ezen az áron. Egyszerűen nincsen. Úgyhogy hát úgyhogy amúgy maga a processzor szinten ez, ez egy nagyon-nagyon mm -hmm. jó dolog ami engem igazán, igazán bosszant a, ebben az új Intel platformban elismerem, hogy rengeteg helyen mm -hmm. újítottak hogy te is mondod, hogy a váltásnál fogod megérezni igazá, hogy mennyi újdonság van benne, hiszen egy csomó komponest Igen. E, e, le kell váltanod hozzá akár egy akár régi gépedből legyen az mondjuk 3-4 éves egy pár, pár komponest szeretnél átmenteni, nyilván fájdalmasabb kompromisszumok nélkül mm -hmm. És az a baj, hogy eddig, eddig az volt, hogy azt mondhatom, hogy jó, azért egy 5-10 évre, vagy 5 évre tervezek gépet, uh -huh. akkor megnézem a felső kategóriás alaplapokat, de legalábbis a chipkészlet legyen uh -huh. az elérhető legjobb. Ezt most egyáltalán nem ajánlom, mert egy Z690-es alaplap, az, hát a pontosan az aját nem tudom, de hogyha 100 ezer körül elindul, az 100, már csoda. 120, onnan indul el, de ott ott már van valami, ami Igen. nagyon kompromisszumot kell kötni. Igen. De 200, a, 200 az, aminél a már azt mondod, ez. hogy az már úgy oké, okay, tényleg Igen. úgy van felszerelve, hogy az egy csúcsra a toptól és ez még nem a teteje, mert ennél van följén. 800 ezer a teteje. 800. Tehát hogy az a baj, hogy tényleg Irreális. egy ilyen 8 majdhogy nem 8-szoros, ilyen árskálába vagy ársába van egy lapka készlet, ami tök jó, mert tényleg szét van húzva, ami a gyártóknak ideális, de hát ez szerintem már túlzás. Mert egyébként is, hogy említetted az I3-at, ami nem csak AMD ellenében lehet egy nagyon-nagyon logikus választás, hanem aki tényleg upgrade ben gondolkodik, és mondjuk egy nyolcadik generációról vagy kilencedikről jön, az meg tud lepődni I7-es fronton, hogy az az I3 most hát azért eléggé pariban van, sőt. I3-hoz h 610 De a h 6 az az. az a, a, ott nagyon sok a kompromisszum attól függ, honnan nézzük. Ugye megkapod vele akkor az új architektúrát, az IH, ami tök erős. Oké, okay, most így képről nézzünk az alapra, akkor ezen látszik, hogy ez egy 35 ezer forintos kategória. Ez az. de ebben nem raksz, nem raksz öt év múlva se kóri hetet, vagy kóri kilencet. Ez tény. Lehet, valószínűleg a, a VRM még, hogyha be is indul a gép, akkor egyfolytában leszabályozza. Egyébként beindult tökre megy, de a különböző ilyen turbó állapotjai például az i9-nek az Igen. már nincs meg. Na hát ezt mondom, hogy ez a probléma, illetve még azt mondom, hogy oké, okay, elismerem, legyen így, 15 ezerért, amennyibe annó kerültek már a, micsit, a H-szériás alapok, ja. annó 14, 15, 20 ezer, ennyibe kerültek. Hát jó, hát ez, változik ez. Ez megváltozott, mert ha jól tudom, akkor ez 30 ezer fölött van. Hát igen, de hát ugye Ahol az olgoálfolyamunk már... már nem az, mint annak idején. Igen, 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 persze ah. lehet mondani mindent. De... Jó, oké, okay, de azért mégiscsak nem a, a 200 ezeres kategória. Az új platformot megkaphatod, igaz, nem ddr tel mert H610 nincs, tehát hogy nem találsz ilyet uh -huh. jelenleg. Én azt gondolom, hogy ez majd lesz meg tényleg nagyon le van, le van nyírva a tudása a lapkakészletnek, mert tudjuk, hogy egyébként ugyanaz van rajta, tehát ugyanaz a lapka fizikailag, Égen, csak, csak teljesen le, szinte le van tiltva az egész, pláne ami új technológia. Akkor adja magát, hogy a B660-at kell választani. Így Na most van. a B660 vette át a szerepét árszinten a, Abszolút. annak a csúcsnak, ami a, aki a múltban él, és úgy gondolja, hogy a csúcs az 100 alatt már megszerezhető, a B660 egy középkategóriás csipkészlet szolgáltatásait tekintve, és én tudom, akkor 45-nél indulnak a legalja, 40-nél talán, de inkább ilyen 50 és 60 mm -hmm. között kapsz olyan, olyan B660-as alapot, ami már úgy oké. Okay. És okay. a, abba, abba úgy már el lehet képzelni, hogy idővel, amíg a Core i3-at lecseréled 5-re, 7-re, igen, talán viszont egyre, és még mindig DDR4-nél tart. Hogy az DDR4? A B660-ból nagyon kevés DDR5-ös típus van jelenleg, ami feltételezően szándékos a gyártói részről, hogy az upgrade folyamat valahogy így fel is épül a termékkínálatba. A H610 az csak DDR4, B660 ott szerintem a 90% DDR4, egy-két ilyen típus van, ami már DDR5-ös, Z690 pedig Persze, van DDR4-es variáns, sőt, de hát ugye olyan széles a skála, meg egyébként is ez a kategória már akkor a vastagabb pénztárcát jelenti. Itt már valószínűleg inkább DDR5-re váltanak egyből a, a felhasználók. Nem csinálnak egy ilyen köztes DDR4-es lépcsőt, mm -hmm. csak azért, mert van egy nagyon jó modulod az előző gépedből, hanem akkor menjen az egész, és akkor, ahogy mondtad, 5 év? Vagy, vagy, hát, hát egy 5-6 év, egy ilyen az gépet... teljesen jó lesz. Mm. Csak nyilván ez most azért nem a 30 ezer, 35 ezer forint plusz a, nem tudom én, 45 ezer forint lehet az i3-as. 40 körül, 40 körül. Tehát elindult. azért az nyilvánvalóan... Úgy ott is van FS, amiben nincs benne, az integrált GPU is van az, amelyikben már benne uh -huh. van. E, nagyon kíváncsi hogy az AMD majd amikor kijön az újabb platformmal, akkor akkor ő hogy fogja, hogy fogja pozícionálni a csíkkészleteit. Hát, a ott elvileg csak DDR5 lesz. Hát igen, igen, úgyhogy úgy, ott lesz egy csomó érdekes. De menjünk is tovább, a a következő blogban egy kicsit átevezünk a, a hálózat oh. irányába, és az nem más, mint ez a három darab ilyen pici torony vagy doboz. Torony vagy doboz. Attól, hogy ez nem egy állított póknak tűnik, attól még ez egy elég komoly router, mesh router szett, Ez a Huawei WiFi Mesh 3, és azt látjátok, három egyforma eszközből áll és a három egy, egyforma eszköz, az képes egymással kommunikálni, ezt backhaul-nak hívják, tehát van egy olyan, egy olyan hálózat, amin, amin egymás között megosztják az adatot, meg a minden egyéb információt, és ugye ezt a, a, a lakásodnak vagy házadnak a három különböző pontjára lehet elhelyezni, és attól függően, hogy éppen hogy sétálgatsz a mobiloddal, vagy éppen hol vagy, mindig ugyanarra a wifi-re csatlakozol, de de éppen ahhoz a, ő, ő, mondja meg, hogy melyik eszközhöz, tehát melyik központhoz kell csatlakozni, hogy a, a vétel jó legyen. Ez a mesnek nem egy újdonság, az összes mese erre képes, ez a mes alapja és is a, is a, lényege, amiben ez extra tud, hogy, hogy nagyon szabadjára engedték a szoftvert, és, és egy nagyon barátságos, abszolút magyarul beszélő szoftverről van szó és itt a szoftver alatt nem csak, a, nem csak azt a kis beállító panelt, illetve az AI Life mobil alkalmazást értem, hanem azt, hogy, a, hogy például tud kábeles backhaut engedélyez, tehát kábel is össze őket kötni, és akkor nem wifi nosztják meg egymás közt az adatot, mert ugye van egy kijelölt fő központod, ahhoz csatlakoztatod a szolgáltatói modemedet, a másik kettő az pedig ugye úgymond alárendelt, de ugyanúgy terhelés megosztással dolgoznak, és a, a magyarul beszélő szoftver az pedig nem azt jelenti csak és kizárólag, hogy mobilon tudod beállítgatni, meg azt a két-három hangzatos funkciót kibe kapcsolgatni, hanem van egy webes felülete is, ami nagyon ritka a meseknél, a webböngészőbe a PC-ben be tudsz lépni, és ott is ugyanúgy tudod állítgatni a dolgokat, abszolút kliens tudsz kezelni, van benne DMZ, portovábbítás, tűzfal, támadás elleni védelem, egy csomó, csomó olyan extra, ami, ami nagyon hasznosak. Szerintem van benne vendég, wifi, nyilván itt egy, egy AX-es, tehát egy wifi 6-os szetről van szó, méghozzá hozzá olyanról, amelyik 2,4 gigabit per tud, tehát a 160 MHz széles csatornákat is kezeli. Van rajta VPS, amit mondjuk én az első pillanatban szoktam kikapcsolni, mert, mert annak a mai napig vannak is, mert biztonságírései, de ez nem a, ez nem a függ, ez, egy, ez maga technológia. Ellenben van, van, mindegyikben NFC, úgyhogy ha androidos telefonod van, vagy androidos készüléked, akkor elég, hogyha csak hozzáérinted, vagy jön valaki androidos kis kütyűjével, hozzáérinti az NFC-vel, mindegyiknek a tetejében van NFC, hozzáérinti, és akkor már is felkapcsolódott a netre, nem kell a jelszót bepötyögni, meg ilyenek. Úgyhogy, úgyhogy, nagyon, nagyon kis hasznos dolog. Ami nekem még nagyon tetszett benne, amikor beállítottam őket, az az, hogy a, az alkalmazásban, tehát a mobil alkalmazásban egy ilyen négyzethálós füzeten simán az ujjaddal nagyjából meg tud rajzolni az alaprajzot, és azt, hogy hova rakosgattad le a, a, a központokat, és utána ő mondja, hogy akkor menj ebbe a szobába, abba a szobába, mindenhol néz egy jelőrösségtesztet, és ehhez képest megmondja, hogy melyik az, ami rossz helyen van, hova rakjad át. Hol, hol gyengébb a vétel, tehát segít neked abban is, több emeletet is kezel, nem csak egy szintet, és segít abban, hogy, hogy tényleg tökéletes wifi-t e, e, építsél ki a, a lakásodban vagy a, a házadban, és ez olyan dolog, ami ami sok konkurens gyártónál csak úgy érhető el, hogyha ha mindenféle külön e, külön alkalmazást használsz, és, és te rajzolgatod, hogy akkor ez itt nem jó, itt jó, Mondom, egy nagyon, nagyon kellemes dolog, hogy egy alkalmazáson belül ezt meg tudod csinálni, de ha éppen a PC-ről szeretnéd vezérelni a hálózatodat, akkor erre is megvan a lehetőség. Úgyhogy, úgyhogy szerintem egy elég jól sikerült szett. Hát ez a hármas szett, a gigabites portok, AX-es wifi-vel, ez így 100 ezer forint, de van kettesben is, illetve az benne még az extra, hogy tudod bővíteni. Tehát, hogyha mégsem elég a három, ami gyári adat szerint 600 négyzetméterre elég, akkor, akkor tudod bővíteni tovább a, a szettedet. Egy, nyilván egy gombot kell, ezt a kis H gombot kell az elején megnyomni, és utána az új, új eszköze, az új központ, amit odaállítasz, az, az megtalálja saját magát, meg a, a fő központot is, és onnantól kezdve te tudod elpakolgatni. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon, nagyon hasznos kis dolognak tartom. Nyilván lesz olyan, aki ezt még kicsit sokkalni fogja, de hogyha, hogyha szeretnéd egy olyan wifi-t, amiben kevés kompromisszum, és nagyon fáj az, hogy nincsen mindenhol net, akkor, akkor, egy érdekes és jól működő alternatíva lehet. Én annyit tennék hozzá, hogy a mesnek tényleg az az előny, hogy ez, ha be van állítva, rendesen el van helyezve a az eszközök akkor tényleg jól működik, és össze nem lehet hasonlítani azzal, mint amikor mondjuk valakinek van egy router, és úgy dönt, hogy a hátsó szobában nincs, net, veszek oda egy extendert, és akkor majd milyen jó lesz nekem. Én próbálkoztam routerrel mint hozzáférési pont, meg próbálkoztam külön extenderrel, és nagyon sokszor egy, egy korábbi lakásban, ahol a leghátsó szobában nem volt internet, és olyan furcsaságok jöttek ki, hogy ha ugyanazt a nevet állítottam be mind a kettőnek, ami elméletileg műszakilag, meg technológiák megoldható lenne, akkor például a nagyszobában lévő tévé volt, hogy az extenderre kapcsolódott a mellette lévő router helyett, viszont az extender lejött a routerről, úgyhogy akkor végül a tévének volt hálózati kapcsolat, de internet kapcsolat nem. Úgyhogy, úgyhogy, én ezzel rengeteget, rengeteget, szenvedtem, és igazából két év alatt nem sikerült egy ilyen pozíciót találni, de legalább ötöt kipróbáltam, ami megbízhatóan úgy működött, hogy egy hónapon keresztül mondjuk egyetlen egyszer se egyik eszköznek sem volt kommunikációs problémája. Annyi csak, hogy, hogy ez valóban egy drágább megoldás, de, de cserébe viszont adom biztos, úgyhogy onnantól kezdve, hogy működik, onnantól kezdve nincsenek gondok. Ugye a sok, sok, lakásnál az a nagy probléma, hogy, hogy a, amikor behúzza a szolgáltató a, a kábelt, mert hogy kábeles otthoni netről beszélünk, akkor azt a, a lakás a kis megszakítókhoz behúzza, rögtön bejárati ajtó fölé, és akkor azt mondja, hogy innen old meg. És akkor a legtöbben oda rakják föl, a, vagy a szolgáltató eleve oda rakja föl a kis modem routerét, vagy oda rakja föl a, a, az ott lakó emberke azt az egy darab routert, és akkor nyilván szídja a magát a technológiát, hogy a wifi az milyen szar, mert nincsen a wifi a lakásban, meg abban a szobában már semmi nincs, tehát azért ott egy kicsit ugye eleve handikeppes helyzetből indul maga a router, mert, mert ott összpontosul az összes 230-as kábel, meg, minden egyéb ilyen vezeték, úgyhogy onnan a wifi-t nem egyszerű, ráadásul többnyire ugye itt betonfalakról van szó. Úgyhogy a, a mesh az például ebben is segítség lehet, főleg akkor, hogyha onnan esetleg el tudod húzni kábellel, egy picivel arrébb legalább, és hát azt tegyük hozzá, hogy annyira nem vészesen gáz a kinézetük, tehát nem, a, nem olyan, nem, nem az ezt az ilyen öt 10 éves, igen, nem, nem az ilyen 5-10 évvel ezelőtti <kül> útere kell gondolni, hanem, hanem kis helyen elfér, normális integrált antennák vannak benne, tehát ez a, az már egy régi elavult évhit, hogyha ekkora antennája van, akkor az majd sokkal jobb lesz, tehát tudnak olyan integrált antennákat készíteni már, amik, amik lefedettségben hozzák azt, mint a, külté, vagy csak a külső nagyobb antennák. Úgyhogy, úgyhogy, ez egy érdekes dolog. nyilván egy részletesebb tesztet is fogunk majd jelentkezni, de, de amúgy működését tekintve és szolgáltatásait tekintve egy tényleg 2022-es előremutató valami, ami, ami most egy kicsit még egyeseknek borsos lehet, de ez is egy olyan, hogy megtapasztalják, hogy mire képes, akkor sokan újra fogják értékelni azt, hogy ahhoz, hogy kompromisszummentes és gondtalan net legyen mindenhol a ami ma már közmű, tehát ezt nem, nem, lehet azt mondani, hogy, hogy net nélkül lakás a lakás, akkor, akkor lehet, hogy újra, újra gondolják, hogy mi az, ami belefér. Meg meg azt se felejtsük, hogy az egy dolog, hogy van mondjuk internet mindenhol, és esetleg leveleket meg lehet nézni, de hogyha a sebesség az nem elég mondjuk videóstreameléshez, akkor, akkor az már megint egy probléma, vagy pedig ha valaki mondjuk nason tárolja a filmét, nagyobb adatait, akkor is nem elég az, hogy mondjuk 20-30 megabittel elcsoroknak a elcsorognak az adatok, akkor oda kell a rendes sebesség ahhoz, hogy nekem 15 percet várjon mondjuk arra, hogy egy, film vagy egy nagyobb adatmennyiség az át tudjon kerülni a biztos helyre. Biztonsági mentések készítésén is nagyon fontos a sebesség. Úgyhogy... Igen, igen. És hogyha már hálózat, és most már a wifi, meg a mobil sétálgatsz, akkor jöjjön a következő témánk, ami nem más, mint a mobil fotózás. 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 Hiszen mindenki az a fotózik, már nem is tudom, hogy van -e még olyan, aki kamerával? Nyilván vannak páran, akik tényleg olyan képeket szeretnének, de én egy olyan, azt, azt, amikor előveszik a kis kompakt fényképezőgépet, és azzal azt, azt már csak nagyon-nagyon elvétve, tényleg olyan ritkaság. Én már nem is tudom, hogy hány éve nem láttam ilyet, hogy valaki, valaki nem DSLR kamerával fotózik, hanem, hanem kompaktan ilyen kis point and shoot kamerával. telefonok kivégezték ezt, a, ezt az iparágat, illetve azt a, azt a szegmes, ez teljesen egyértelmű. És ennek nagyon, nagyon jó oka van, az, hogy a telefon nagyon pici, mindig nálunk van, rengeteg tárhely van benne, bármikor elő tudjuk kapni, két másodperc alatt fotózásra kész, és igazából ugyan vannak hátrányok a szenzorméretből adódóan, de a gyártók azok nagyon-nagyon jól tudják ezeket a hátrányokat szoftverekkel orvosolni, úgyhogy, úgyhogy, igazából egy átlagos felhasználó számára én úgy gondolom, hogyha egy telefonnal, vagy pedig egy fényképezőgéppel készített képeket mutatunk meg, akkor, akkor olyan túl nagy különbséget nem, nem fog észrevenni. És már csak azért sem, mert, mert manapság már nem csak a képkészítés mondja változott meg, hanem az is, ahogyan fogyasztjuk a képeket, tehát többség az nem nyomtat. Úgyhogy, úgyhogy nem kell a, nem kell a 80 100 megapixelek, hanem, hanem elég egy 12 megapixeles fotó, ami egy 4K-s monitoron is gyönyörűen mutat. Mm de ugye azért még mindig elég nagy lenne a kontraszt, hogyha ha nem, nem tudná maga a szoftver, hogy hogy kell fotózni, de azért nem árt egy-két dologra odafigyelni, amikor mobil a fotózó, hogy, hogy, mi az, amire oda kell figyelni. Tehát, hogy hogy, hogy kell azt elsődni, mikor érdemes az éjszakai módot használni, vagy hogy éppen melyik kamerát. Tehát ez egészen onnantól indul, hogy amikor kiválasztod a következő mobilodat, akkor ugye a legegyszerűbb az az, hogy megnézed, és amelyik a 108 pixel, és az lesz a legjobb kép. Ugye az lesz a legjobb fotós mobil, de hát ez nem feltétlenül igaz. Hát igazság szerint, ha, ha, ha az időt a fotók utal munkájára, akkor a 108 megapixeles telefon az valószínűleg jobb képet fog adni, de szerintem a telefon nem erről szól, tehát a tesztben, amit a mostani PC world megjelent, abban is az automatikus módot vettük a legnagyobb súlyjal, mert ha, ha valaki tényleg úgy szeretné, hogy, hogy a fotózás élménye a szenvedélye meg meglegyen, és a legrobbabb részletes beállításokat is saját maga, tologassa ide-oda, csak azért, hogy, hogy egy nagyon picivel jobb legyen a részletesség, vagy, a, vagy bármi, akkor, akkor, az úgysem telefonnal fog fotózni. Bár Úgyhogy... megteheti, mert a legtöbb, hát te... mobil ezt már támogatja, tehát van manuális mód, ahol, vagy pro, pro mód, ahol megteheti, csak be, én... beállítgathatod. Igen, megteheti, csak én mindig, én mindig azt mondom, hogy a manuális mód az arra van, amikor az automatikus mód nagyon elvérzik. Tehát kérdezted, hogy mire kell odafigyelni? Arra kell odafigyelni, hogy jó fényviszonyok mellett fotózzunk, mert ez az a terület, ahol a telefonok otthon vannak, ott igazából a szoftver nem tud hibázni, mert relatív kevés a zaj, amit, amit korrigálnia kell. Ha, ha mondjuk megnézünk egy jó fotót, amit egy telefon készít, azért látjuk, hogy, hogy mindig rengeteg a zaj, tehát nappali fényviszonyok között is van, csak a, egyszerűen annyira felettek az algoritmusok, hogy tökéletesen el tudják tüntetni, nem, nem százszerzelékosan jó, de, de nagyon jó vonalelőséget kapunk, a kontraszt is minden teljesen jó, viszont ha egy éjszakai fotót megnézzünk, na akkor ott rengeteg különbség van mondjuk a JPG kép között, amit a telefon előállít, illetve a zajateli, teli, de, de mégis azért több információt tartalmaz a fotó között. Tehát, hogyha ott valaki mondjuk rászállja, tehát, a, tehát teszem azt mondjuk egy karácsonyi fotózásnál, most azért azt mondom, mert nekem pont, pont egy ilyen most Ilyen, volt volt most, nem, de, de most jutottam el odáig, hogy a karácsonyi képeket meg, tud, meg tudjam nézni. Tehát, amikor mondjuk a, a karácsonyfa izzó mellett csináljuk csak a képet, tehát semmi, semmi más világítás nincsen, akkor, akkor úgy néz ki, hogy a telefon jépek képei azok olyan szinten tele vannak tömbrítési imával, hogy gyakorlatilag használhatatlanok, míg a RAW fotó az ugyan zajos, de, de azért szépen megvannak benne a, a vonalak, úgyhogy ha rátszánunk képenként egy 10-15 percet, akkor azért lehet kihozni belőle rendes eredményt. És ezt a, a RAW módot, azt, azt mindegyik mobil támogatja már? Mert azért a, az átlag az még mindig inkább a, tehát az átlag felhasználja, hogy a középkategória 100-200 közötti telefonokat választ, hogy a, hogy már mindenhol elérhető a rófotózás, vagy azért ez még, ez hát még azért a, inkább csúcs a kategóriának inkább, a, inkább a felső kategóriák környékén, tehát az olcsóbb telefonoknál nyilván mm. nem. De azért, azért azt is lehetnénk, hogy az olcsóbb telefonoknál azért hardwareben is van kompromisszum, tehát ott, ott már nem, nem csak a szoftver. Hát erre próbál rácáfolni a Honor, de csak, de csak külsőre, hiszen, hiszen ez, ez, a Matrix kamera, ez négy, négy, kamerának mutatja magát, de ha jobban megnézzük, akkor a, ott a jobb alsónál már látszik is, hogy, hogy ez valójában a maga a villanó, a vaku, és hát az első kamera, a fő kamera az, ami, 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 egész jó képeket csinálhoz képest. ez egy, ez egy ilyen középkategória, középkategória belső, nem is tudom, hogy ez is olyan, mint az alaplapoknál, hogy már azért a középkategória mobilokban is eltolódott, tehát eddig, eddig azért 80 körül már azt mondtuk, hogy hát az már azért középkategória, mert 30, 50, 80 ezerig volt a belépő, most már inkább azt mondom, hogy 100 fölött kezdődik a középkategória, legalábbis eléggé úgy tűnik, és, és azért el is tart úgy 200-250-ig talán, úgyhogy a, hogyha a csúcs kategóriát 500 ezernek mondjuk, és így az, az az általános, hogy az első a fő kamerára figyelnek oda igazán, és utána még mellé pakolnak párat, hogy ilyen szépen nézzen ki, hogy, hogy mintha négy kamera lenne. Hát valójában a másik kettő az egy két megapixeles makró, ami hát a két megapixel, nem is tudom melyik a Nokia telefon volt még az, amelyik egy nyomógombos kis régi ízé, ami, ami, ezt, ezt hozta. Illetve az én egy... V800-as Sony Ericsson. Na hát az. És a, a két megapixeles uh, mélységérzékelő van még, ami, ami ugye abban segít szintén, ahogy mondtad, hogy, a, a, hogy az elkészült kép az még messze van a tökéletestől, és azért, hogy ezek az algoritmusok uh, uh, igazán kihozzanak valami használhatót belőle, ezért plusz szenzoroknak a plusz adataival próbálják még meg uh, feljavítani a képet. Igen. Hogy... Amit, amit mondasz, a és az azért fontos, mert a kis szenzor az természetéből adódóan a mélységérzéséget ezt nem igazán érzékeli. Tehát, hogyha nagyon, nagyon nagy a távolság, tehát mondjuk valakihez nagyon közel megyünk, és tényleg ilyen 80 centről, egy méterről fotozzuk, akkor azért el tud mosodni a háttér, de, de jellemzően, hogyha, hogyha mondjuk egy lakásban fotózunk, kültéren fotózunk, utcán vagy bárhol, akkor szinte lehetetlen egy telefonnal úgy elérne a bokéhatást, hogy, hogy, az mutasson is valahogy. Úgyhogy igen, a mélységérzékelés az fontos, mert akkor szoftveresen lehet ezt a funkciót is pótolni. Igen, az, az, szokott látszani, amikor, amikor, nagyon nem sikerül, mert hogy vagy, vagy még suta a, a, ez, a, ez, az algoritmus, vagy egyszerűen csak rossz a kép, hogy, hogy ahogy megpróbálja a bokét, a, ugye a háttér elmosódik, de, de nem tudja pontosan a kontúrt követni. Igen. És akkor ott a fülnél, hogyha a haj úgy van esetleg, vagy egy sapka, akkor ott, ott meghagyja, meghagyja élesen, és nem mossa el. Vagy túl mossa, és belemos az arcba, és azért az elég bántó tud lenni. Tehát nem az, amikor úgy éred el, hogy akkora, akkora ö, optika van ott, hogy azzal meg tudod csinálni egy olyan szenzorral. Tehát nem egy DSLR-rel, vagy egy 4 ami szerintem van olyan jó, mint a DSLR, de ez az én véleményem. <laughs> Jó, az most Nyilván, igazából... Nyilván, most már igazából, ezt, ezt tudják hogy gyártok mindjárt. is, hogy ugyan olyan ugyanolyan drága, úgyhogy, tehát itt már árban nincsen olyan nagy Jó, különbség. Jó, nekem sem ilyesmi arra van, csak most azt mondtam, tehát ez... Ah, csak amit szeretnél. Nem, nem visszatérve a szoftverre, azért itt most elég sokan dolgot mondtunk, hogy szoftverrel próbálják a gyártók ezt meg azt megoldani, és nem sikerült tökéletesen. Azért szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy a telefonokban lévő szoftver az, az viszont az alapfeladatokra egyáltalán nem rossz. Tehát amellett, hogy a, zajt az azt nagyon jól le tudja tüntetni, amellett olyan előnye is van, hogy, hogy például a hardware funkciót az rendszeresen telefonok nagyon sok esetben automatikusan kibekapcsolgatják, és ezzel, ezzel olyan előnyt tudunk elérni, amit egy digitális fényképezőgépnél nem lehet, csak úgy, hogyha több fotót készítünk, és akkor utána ott rászánjuk az időt arra, hogy akkor megnézegetjük, hogy akkor most itt hol kell a, Hol kell egy kicsit az egyik ebből hozzátenni, hol kell a másik ebből hozzátenni. Tehát, tehát, ez egy olyan dolog, amit egyetlen egy kattintáson egy másodperc alatt megkapunk, és még ha nem is tökéletes minőségű, akkor is olyan, hogy az átlagos felhasználónak, az átlagos célokra tökéletesen megfelel. Plusz én azt is hozzátenném, hogy ha telefonnal fotózunk, akkor az is nagyon nagy előny, hogy a végeredményt azt azonnal látjuk, egy sokkal, de sokkal jobb kező, mint a mint egy fényképezőgépen. Plusz ha bármi probléma van, amit mondjuk szeretnénk javítani, mondjuk egy kis képkivágás, mert valaki belelógott, vagy pedig valami apró, apró korrekció, akkor azt is pontok alatt elvégezhetjük, és ha mindennek készen vagyunk, akkor már is mehet fel minden a Facebookra. Uh -huh. Hát ez az, ami, tehát hogyha mondtad is, hogy ha azt a kis időt, és ez az, ami a mobil fotózásnál megváltoztatta az egész, egész fotózási szokásokat, hogy nem az volt, hogy rászánjuk a kis időt, hanem az, hogy megnyomom, és utána rögtön a, a az exponáló gomb mellett legyen ott a megosztás. Tehát ahogy ránézek a kijelzőre, ez így kb. jó lesz, és már az a lényeg, hogy megoszod azt, a, azt, a, azt, amit te láttál ott, amit lefotóztál, nem pedig az, hogy most akkor, fú, hát itt most nem most el úgy az éleket, meg izé, nem, nem fognak ezzel foglalkozni, és a, ezt most nem, nem úgy mondom, hogy na, merők ilyenek, hanem én is pont ilyen vagyok. Lefotózom, vagy gyors kis videó, és már abban a pillanatban osztom is meg, mert arról szól, és arra, arra használom ezt, nem arra, mint régen, hogy akkor megörökítünk, meg álljunk össze, meg nyilván van egy ilyen része is, de de az, hogy lefotózom, és már küldöm is, tehát hogy legyen minél hamarabb megosztva, hogy meg tudjam osztani másokkal, illetve van másik, amire amire egyébként még egy ilyen kamera is, mert egyébként annyira nem rossz ez a kamera, tehát a fő kamerájáról beszélek ennek. Ez egy egyébként a Honor Magic 4 Light-os, Light, nem light Light készülék az pedig a, az és amikor tudom, hogy valamit, mit talán szerelek valamit, és gyorsan, hogy fú megjegyzem, hogy melyik kábel hol volt bekötve, vagy melyik csavar hol volt, vagy ilyesmi, de akármi más, egy akár villanyóra leolvasás, vagy bármi más, akkor akkor nem az, hogy akkor majd felírogatom, vagy sokkal egyszerűbb, egy hogy... Dokumentum beolvasás. Persze, mert akkor most leírom azt, hogy csak azt az egy számot, abból pff, mm -hmm. két óra múlva lövésem nem lesz, hogy, a, hogy ott mi, miért írtam fel azt a számot. Nyomok egy fotót, akkor ott rögtön ugye csinál egy, csinál egy olyan ö, geo ö, azonosítást is, hogy éppen hol voltam, hogy miért, miért, azt fotóztam le, mikor volt az, rögtön meg tudom osztani az, aki esetleg, akinek még fontos ez az információ, és később vissza tudok keresni, hogy fú, volt ez a kép, és akkor visszapörgetem mindezt a mobilomon, nem kell ahhoz még egy másik eszköz, stb. Ha meg mégis kell eszköz, akkor meg ö, ugye a Windows-ba is például be van már építve, de, de ezt a gyártók is előszeretettel használják, hogy a mobilt rá tud, össze valahogy párosítani a számítógépeddel, és, és akár ott is megtaláld, vagy a képeidet, amit ugye ajánlott attól, hogy mobilon fotózó, ugye megvan az a, az, az előnyöd, hogy a is hozzáférsz rögtön, és rögtön biztonsági mentést is tudsz készíteni a, a fotókról és így jut rögtön a PC-n is látod. Bár ez a biztonsági mentéses funkció, ezt, ez ugye addig volt kényelmes és problémamentes, amivel a Google a kicsit rondában tömörített képeket tárhely korlát nélkül mentette neked. Ez én nem vagyok benne biztos, hogy ez probléma, mert, mert, nekem vannak olyan nyaralásaim, ahol négy ember négy fényképezőgéppel fotózott, ez még nem telefon, nem fényképezőgép, és akkor van négyszer ezer kép, egy is sincs kiválogatva. Tehát igazából, hogyha nem lehet korlátlanul föltölteni valamit, akkor szerintem az át tudja vezetni az embert arra, hogy egy kicsit jobban adja hogy mi az, amit megtart. És szerinted az, hogy megszüntette a Google, most már, most már egy éve, nem? Vagy még több? Nem tudom, elmosódnak a... Több. Igen, akkor kettő, mondjuk kettő. No. Mondjuk nem néztünk utána, de az, hogy, az, hogy megszüntette, szerinted az átalakította az embereknek a mobilfotózási szokásait, és most jobban megnézik, hogy mi az, amit lefotóznak, és aztán biztonsági Nem, mentés, most mert... jobban, jobban és aztán előfizetnek <laughs> a, a plusz De hát ez helyre. volt a cél, nem? Igen. igen. <laughs> hogy bele, belehajszolják az embereket. Tudom, hogy nem olyan vészes, mert azt hiszem, ilyen 700 forint körül van a 100 gigabyte, tehát nem, nem vészes, de de azért mégis bosszantó az ahhoz képest. Nyilván ingyen volt, gyorsan megszokta az ember. Persze. Volt ez már másnál is így. Igen, igen. A, meg azért ugye... vannak alternatív megoldások. Igen, Tehát, igen. hogyha ingyen szeretnénk megoldani, akkor szállamon is meg lehet oldani, hogy akár az otthoni nasra, akár az otthoni Azzal számítógépre. Hát, a nas az, hogy ha van nasod, akkor ingyen van. Hát, ha van már nasod, de maga Na a nas, hát. nas nem nem fillér. Jó, hát most ennyi a akkor számítógépes van, mert azt is kell Ég <laughs> igaz, 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 És igaz. most mondtam, hát ő, hogy nagyon drágák a, igen. nagyon drágák a cserék. Igen, igen. E, igen, egyébként a, a nasos mentés az, az, ugye azért is jó, mert akkor egy privát felhőben tartod az egészet, és végig nálad vannak az adatok, nem kell attól azon aggódnoznod, hogy a hogy a amerikai szerver kikerül, és akkor azon csám csak a CIA, meg a NSA, meg az akárki más, hanem, hanem a saját kicsi szervereden tartod az egészet nyilván titkosított adatátvitellel, SSL-el, egyebekkel. Tehát ez, ez például, mert ugye sokan azért agályosnak tartják azt, hogy fotóz valamit a mobillal. Nyilván eleve már az, hogy mobilja van a zsebében lekövethető, de ez már kicsit ilyen üldözési mánia is, mert ha nagyon akarják, úgy is le fogják követni, így vagy úgy. De, de azért azt szeretik, hogyha valamit fotózott, vagy saját adatai, azok ne kerüljenek föl egy, egy publikus felhőbe és ez a NAS no, ezért ezt ki tudja váltani. Míg azért PC-n is van megoldás, csak egy kicsit macerásabb, mert hogy akkor bekapcsolva kell hagynod a gépedet. Úgyhogy az, az valamivel macerásabb talán, de van rá szoftver. Ráadásul ahogy jól ott van, akkor ingyenes. Tehát, hogy... Hát többféle is van. Van a SyncThings, thing ami, ami teljesen jól működik ebből a szempontból. Én nem nem szeretem annyira, mert kicsit nehezebb beállítani. Aztán van a Resiliónak is a megoldása, ami viszont bármilyen eszközön működik, az konkrétan NASON is működik natív módon, tehát ha letelepítjük az alkalmazást, bármelyik működik igazából. Hmm. És igazából a Resilionok az ugyan fizetős, de az ingyenes verzióval is elérhető az a funkció, amivel a telefonról át tudjuk vinni a képeket a NASA vagy számítógépre a fizetős verzió az már csak olyan exzereket nyújt, amire ilyen esetben szerintem, szerintem nincsen szükség. És ha már mobil fotózásról volt szó, akkor azért ne felejtsük el megemlíteni a kiegészítőket is, mert hogy van egy csomó kiegészítő. Én még, a, én még, a, kiegészítőkre nem mennék, mert eddig szoftverről beszéltünk szinte mindig. Még egy két percre szerintem az objektívekre térjünk ki, mert, mert ahogy mondtad te is, hogy nagyon sokszor a gyártók a fő objektívre koncentrálnak, a de meg, kategóriában, hogy eh, azt hirdetik, de uh -huh. valójában a csúcskategóriánál ugye már mindegyik szenzor úgymond komolyan vehető. É, igen, azért ott is nyilván vannak hiányosságok, de tehát itt a lényeg az, hogy hogy a zoom funkció az, ami szinte elérhetetlen a telefonokban, tehát az optikai zoom, amit szabadon változtathatunk, az, az egyelőre nem, nem működik, és ezért a gyártók azok úgy próbálják megáthidalni ezt a, ezt a hiányt, hogy több objektívet építenek be, és ezzel a nagy látószögű funkciót, vagy pedig zoom funkciót e, tudnak biztosítani. És e, én itt látom most azt, e, azt hogy igyekeznek egymásra állicitálni sokszor olyan képességekkel, ami nem biztos, hogy gyakorlatban kihasználható. Tehát például a Huawei és a Samsung 10-szeres zoomot is tesz a telefonjaiba, ami olyan, hogy, hogy nagyon tök jó hangzik, de múltkor a nálam volt két a telefon, és és a testen kívül körülbelül kétszer volt az, amikor azt mondtam, hogy hú, de jó, hogy nálam van. Sőt, van százszoros is, így nyilván az már mindenféle. Hát az már hibrid, Igen, az igen, már... ott már mindent bevetnek. Igen, úgyhogy szerintem azt hagyjuk, tehát az... Igen, igen, a az csak, az, csak van, de, van, de nincs, Aha. Legy legyen így. Szóval, hogy, hogy, ha valaki telefont választ, akkor azt is szerintem érdemes megfontolni, hogy, hogy milyen, milyen zoom opciók vannak. Tehát ami nálam van, az egy, az egy Xiaomi mi 12 Pro, ebben kétszeres optikai zoom van, ez ma már kicsit talán karcsú, viszont én a tízszeres optikai zoomot meg túlzónak tartom. Tehát ebből a szempontból a, a Sony, Sony telefonoknak a legújabb generáció szerintem a telitalálat, neki 2,9 és 4,4 szeres optikai zoom van, ami ráadásul változtatható, a kettő között egy, egy lencse, vagy, vagy egy objektív oldja meg az egészet én azt találtam a legkényelmesebbnek, ami, ami minden helyzetben bevethető volt. Tehát az kültéren is tök jó gyerekeket fotózni, tájat fotózni, és teljesen jó. A lakásban is tök jó, minden, mindenre jó, és nem volt olyan érzésem, hogy hú, most egy kicsit nagyobb kéne, nem volt olyan érzésem, hogy most egy kicsit kisebb kéne, úgyhogy nem kellett se előre, se átra mennem. Ez érdekes, hogy mondod, mert a, ugye a sony azt az elmúlt öt évben, minden évben, vagy mindenféle évben eltemetik, hogy ugyan csinál már mobil, de akkor úgy látszik, hogy még van egy-két olyan dolog, amiben tud újat mutatni. Igen, és ráadásul ez az elektronikusan változtatható nagyítás, ez egy olyan dolog, ami, ami remélhetőleg a jövőben el fog terjedni, és akkor ha, ha nem csak két lépcső, hanem mondjuk négy-öt lépcső megoldható lesz, akkor az, ha nem is a tökéletes optikai zoom, de azért az már sokkal közelebb van ahhoz, mint amit egy, mint amit egy rendes fényképezőgép nyújtani tud azért azt tegyük hozzá, hogy a Sony egy nagyon-nagyon fontos szereplője a, mobiltelefonok mobil telefonok piacának, mégpedig úgy, hogy a, legtöbb szenzor Szenzorok. az a Sony a többi telefonban is, és, és elég jó szenzorokat tud készíteni, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg tudja, hogy mit csinál. Hát várjuk a következő zoomos kamerákat, és ahogy mondtam, a, 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 kiegészítőket azért még érdemes, érdemes egy kicsit megemlíteni, mert ott is vannak érdekes dolgok, nem feltétlenül csak a gimbal, hanem, hanem egyéb olyan kiegészítők, amivel azért tudsz javítani azon, hogy milyen képet készítesz a mobillal, és nem feltétlenül kerülnek olyan sokba. Igen, vannak például objektívek, amiket föl tudunk helyezni a telefon Én azokban nem hiszek. Én sem, én sem hiszek abból a szempontból, hogy minden nem lehet velük megoldani, de, de például mondjuk, ha funkció nincs, akkor azt, azt azért a legtöbb telefonra azért úgy lehet, lehet pótolni. Tehát a fókusztávaság közelebb hozható, meg a nagy látószög az megoldható. A zoom funkció az, az tényleg olyan, hogy az viszont nem, mert még ha nagyítunk is kétszer-háromszorosan a már meglévő zoom tartományon, akkor a fényerő az majd a szinten leesik, illetve általában van az probléma még, hogy ezeket az objektívet, külön kell fölteni, tehát nagyon pontosan kell elhelyezni, mert ha nem pontosan helyezzük el, akkor szépen a sarkokban olyan, olyan homályos foltok tudnak keletkezni, hogy az bárki megirigyelheti. De, de van nekem, és, és néha szoktam használni, tehát szerintem, szerintem egy, nem egy olyan dolog, ami potolhatatlan, de, de néha jól tud jönni. Amit én, amit én telefonhoz ajánlani tudnék, az, az, egy motoros állvány, főleg, hogyha valaki nem csak fotózni, hanem videózni szeretne, mert azzal sokkal jobban kiküszöbölhető a kézremegés, illetve az egyéb svenkelésnél, meg forgásnál, körben a, a telefon pozíciából adódó hibák. Ami még szerintem elengedhetetlen, az egy mobil akkumulátor, nyilvánvalóan, mert a telefonálás nem. Tehát a telefonnak nagyon merít ez az akkumulátorát az, hogyha fotózunk, pont azért, mert a rengeteg a szoftveres, szoftveres ráségítés, szoftveres korrekció. Én nagyjából, nagyjából ezek azok, amiket én mindig uh -huh. magammal viszek. Esetleg egy távkioldó. Neked, neked mi a? Egy távkioldó, az oh. még nem rossz. Én én nyilván hát. itt egy ilyen 500 forintos vagy 1000 forintos uh -huh. kis bluetooth nyomógomról van szó, amit rápárosítasz a telefonra, és akkor távolról is tudod a képeket nyomogatni. Ez, ez, nem olyan rossz. Én egyébként nem vagyok selfie bot hívő, úgyhogy azt azért sem fogom mondani, hogy azt is ajánlom. De pedig, nyilván egy pedig nyilván van, esetleg, -bot van is. Például a videózáshoz az állvány az, az, valóban az egy, az egy fontos és jó dolog, úgyhogy azt én is használom. De hogy ha valaki még többet szeretne erről tudni, meg tudni, melyik a legjobb csúcs mobilos mobil, amit fotózásra lehet manapság bevetni, akkor itt mindent megtalál benne, hiszen ez volt a a májusi, ez a májusi lapszámunknak az egyik fő témája. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztetek, és tartsatok velünk a legközelebb is, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, kövessetek minket, és hamarosan jelentkezünk a következő adással. Sziasztok! Sziasztok!